a Barátság stadionba lányok csapatát állítsák összefele, lesz Beregszász Biány foci. Ezt kit hallottátok először? Hogy emlékszel vissza? Én hallottam, hogy a barátnőim járnak, és kérdezték, hogy én nem szeretnék-e, és mondtam, hogy de, szeretnék. Tavaly is szerettem volna jönni, csak akkor még nem voltam benne teljesen biztos. Hol laksz? Hogy hívnak? Mezőgecsében lakom, és Jancsi Melissa Fanninak hívnak. Én Beregszászban lakom. Varga Marianna. Marianna, te kitű hallottad, hogy foci? Hát megyek, kipróbálom. Hát én Fannitól, aki itt áll mellettem. Hogy emlékszel vissza? Igazából mi hajtott, hogy megyek? Ki szerettem volna próbálni, és szeretek focizni is. Hát én kisebb koromban nagyon sokat jártam ki az utcára focizni, de a lányok sose játszottak, úgyhogy mindig fiúkkal kellett focizni, és igazából engem az ösztönzött nagyon, hogy mint lány engem nagyon alábecsültek, hogy én nem tudok focizni. És amikor hallottam arról, hogy lehet ezt tanulni, és lánycsapat, és itt is megmutathatom, hogy tudok valamit, akkor rögtön kaptam a lehetőségen. Ti itt játszottok, focisztok, és rúgtok gólokat is? Persze, hát van bemelegítés, gyakorlatok, és aztán a edzés végén pedig focizunk. Milyen edző a Panulin Laci bácsi? Ide illik? Szeretik a jányok? Igen, hát úgy vesszük észre, hogy mindenki szereti, és mi is szeressük. Szerintünk jó edző, és szigorúan is áll hozzá, hogy legyen belőlünk valami. Én egyébként a héten, a hétfőt és a szerdát várom a legjobban, tehát alig várom, hogy délután jöhessek kicsit focizni, úgyhogy én nagyon szeretem és nagyon várom mindig. Hogy bátorítanátok azokat a lányokat, akik még nem tudják, hogy itt ilyen rendkívüli család van? Hát, hogy jöjjenek, próbálják ki ők is, mutassák meg, hogy mit tudnak, és hogyha szeretik, akkor járjanak. Én is nagyon támogatom egyébként, hogy minél többen jöjjenek. Én nagyon szeretek járni, és szerintem mindenki, nagyon jó az edzőnk is, nagyon jók a foglalkozások, és ha már másért nem is, a saját egészségük miatt megéri. Hajrá is a Beregvidék? Igen, hajrá! Hajrá! Hogy jött ez az ötlet, hogy legyen egy lánycsapat? Miért vállaltad? És mi a jövője a lány foci csapat Ise Beregvidéknél? Nagyon sokat járunk mi külföldre futballozni. Kisebb korosztállyal, nagyobb korosztállyal. És én észrevettem, hogy majdnem minden csapatban 12 éves korig egy-két kislány játszik. A fiúk között. Hát ez nekem nagyon megtetszett. Sokan felkértek, hogy próbálkozzunk. Nagyon nehéz volt elvállalni, mivel hogy nincs edzőnk. Nincs edzőnk, akik nálunk dolgoznak az Isénél, fiatalok nem akarták vállalni. Úgyhogy gondolkodtam, megpróbálom, hát hogyha 30 évvel ezelőtti éveket visszatudjuk hozni, megpróbálunk egy leánycsapatot csinálni. Van nekünk 12-től 15 éves gyerekek, odaadóak, szófogadók. Megpróbáljuk, mert tulajdonképpen 6 vagy 7 csapat van, ha jól tudom, az egész Kárpátalján. Hát hadd legyen már Beregszászba is egy női futballcsapat. Amikor elkezdődtek az első edzések, milyen gondolataid voltak? Mert most már tudnak szaladgálni, passzolni, odafigyelni. Tehát alakul és akarják a gyerekek. Ez a csoda. Nagyon nehéz volt nekem, megmondom őszintén, mert hát én nem ehhez vagyok szokva. De most már úgy látom, hogy vannak, akik egy páran, akik már igenis egyeneset tudnak rúgni a labdába. Na, de hát azért dolgozunk, próbálkozunk, hogy legyen nekünk egy jó csapatunk, és jövőre, hogyha Isten segít bennünket, akkor már én szeretném úgy, hogy a kárpátaljai bajnokságba szerepeljenek a leánycsapatunk. Mit lehet üzenni a fiatal lányoknak, hogy itt már van egy család, hogy mindenkit szívesen várják, az újoncokat is? Természetesen jöhetnek. Aki akar, nyugodtan jöhet, két csapatot is tudunk indítani Kárpátaljai bajnokságon. Amennyien lesznek, mi szívesen várunk mindenkit. Hajrá is a Beregvidék!